Sziasztok, kedves barátaim! Most ki kell találnatok, hogy hol vagyok, melyik város, és egy barátom mondta, hogy itt valami jó kis esemény fog történni, valami új dolgot elindították, most mondta, hogy feltétlenül jöjjek hozzájuk a programra, és nézek meg, és vegyek fel, és majd meséljek nektek. Akkor most induljunk oda! Szép hely. Erre köszönöm. Most halkan fogunk beszélni, mert ahogy kiderült, már ez egy jóga stúdió, és már megy az óra, és most megkóstolunk a jogából egy kicsit. Gyertek velünk! Itt látod a kabátodat? Jó, itt az öltöző, igen. Hát akkor a költözni látom a költözni. Ó, az jó, ez a férfi. Ez a nő. A nő is megvan. Ez jó, ez jó. Képes ára, hogy az órákat meg a tanfolyamokat kínáljuk. Itt vannak a szórólapok főiskoláról is, meg az ottani jóga stúdióról, meg az itteniről. Itt az órarendünk, ez ugyanúgy elérhető a interneten is, szóval a főiskolának a honlapja a bhf.hu. Ott van egy külön rész, ahol a jóga stúdiónak a dolgait meg lehet ismerni. Tanárokat, árakat, heti beosztást, nagyon pipetsz, mert rögtön be tudsz jelentkezni. Nem is kell e-mailt írni, hanem csak már rögtön online. Egy órára, igen, online tudod jelentkezni, hogy jössz, vagy ha nem tudsz jönni, le tudod mondani előtte. Szóval nagyon könnyű a regisztráció. Nagyon sokféle jóga óra van, van nőknek, férfiaknak, van senior jóga, ami azt jelenti, hogy 50 év fölöttieknek, de korkedvezménnyel én már oda jár, oda is elmentem egyébként. Én most szeretem már én is lassacskán. 48-al már beengedik az embert. És akkor ott nem olyan nehezek a gyakorlatok, az kicsit lelkesítőbb, hogy ott menő az ember, nagyobb a sikerélmény. Most nekem nagyon jó tetszett, ugye még van egy kis savasana, de jó hangulat volt, és ugye, ha bár nem készültem, ebben ruhába egy kicsit elkezdtem gyakorolni, és szerintem te voltál a leghitelesebb jógi, tehát ez az eredeti öltözet. Igen, és tudod, valamikor voltam 2011-ben Dél-Indiában jogázni. Megmondom neked, hogy igen, ott jó volt, de itt, ami tetszett, a Zsuzsa, ugye, aki az jogaoktató, nagyon tetszett, ahogy ő ászánákat előadja, hogy nem érzel ilyen kényelmetlenséget, nehézséget, nem tudok megcsinálni, hogy az a mozgás, hogy nyújtsunk így, nyújtsunk úgy a kezed, meg lélegzünk be, hogy én is csodálkoztam, mert most tényleg bevallom, pár évig nem jogáztam, de amit most csináltok, nagyon jó sik. Én így éreztem, hogy de azért, mert az ő beállítása, hogy ő ezt rávezette, magamtól lehet nem tudtam volna megcsinálni, de ez a vezetés, ez nagyon tetszett neked. Igen, hát ők ezt évekig tanulják, szóval itt a jóga stúdióban egyrészt a főiskolának a tanárai tanítanak, másrészt pedig olyanok, akik a főiskolánkon végeztek, ami egy minőségi garancia, mert azt jelenti, hogy 3 évig tanulják a jógát, és nem csak a jógát, hanem a jóga oktatást. Szóval pont amit mondasz, hogy lehet befogadhatóan, úgyhogy figyelsz az embereknek a egészségi állapotára, a saját adottságaira, hogy nagyon befogadható és követhető legyen. Szóval ez nagyon ritka, hogy jóga oktatók ennyire képzettek legyenek. Szóval ebből a szempontból ez egy igazi minőségi jóga stúdió. Igen, nagyon tetszik. Neked mi a vélemény, mert ugye ma van az első nap az egész jóga stúdiónak, és mi volt a te élményed? Nem teljesen az első nap, de az első hét,
ugye itt pár napja volt egy hivatalos megnyitó is, nekem nagyon tetszik a hely, hogy minden olyan építészeti szempontból minőségére meg van csinálva. Ez egy lakás volt, de minden fal el lett tolva, le lett bomlasztva, és van egy hatalmas nagy terem, ahol lehet jogázni, két öltöző, külön férfiaknak, nőknek. Ott vannak a mosdók, itt egy recepció rész, és ugye egy forgalmas helyen vagyunk, a belvárosnak a közepén, de mégis nagyon csöndes. Egyrészt azért, mert emeleten van magasba, másrészt az ablakok nem csak hogy hangszigetelő, hanem az üvegrétegek között olyan gáz van, ami még pluszba hangszigetelő, tehát annak ellenére, hogy itt van, mondjuk az ablakok nem a körútra néznek, de közel van a József körút, de nem hallasz be semmit, szóval tudsz meditálni, relaxálni úgy, hogy semmi zavart nem érzel közben, szóval hogy a belváros szívébe egy ilyen teljes csendes sziget. Értetlen, egy ilyen nyugalom csendes sziget. Ez a lelki világ. Lelki. Nagyon jó, jó kis joga. Köszönöm szépen, hogy elhívtál ide. Köszönöm, hogy eljöttél, megtiszteltél minket, és akkor jogáz otthon is. De néha gyere el, és akkor tanulsz új gyakorlatokat, meg kicsit megdolgoztatunk. Hát köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon igényes hely. Ez egy fontos mai napon. Kellemes érzés. Nagyon tetszett, hogy hogyan tartottál a jogát, mióta foglalkozol a joga oktatással, és mi a terv ezzel a szép kis központtal? Én köszönöm, hogy részt vettél, kedves Bhakti Petprabhu. A jógával igazából már 8 éve foglalkozom, a Bhakti jógával ismerkedtem meg először. Elvégeztem a főiskolának a teológia szakát, és akkor utána fordult a figyelmem az ászanázás, testgyakorlás irányába, és hát beiratkoztam a jógamester szakra is, most ott vagyok végzős hallgató, és magával az oktatással pedig 3 éve foglalkozom. Idéntől oktatok a főiskolán is, az elsős és a második évfolyamos diákokat tanítom, ászanákra, pránajáma gyakorlatokra, és itt a főiskolának az új stúdiójában is vannak óráim. Az új stúdióval az a célja a főiskolának, hogy Csillaghegyről egy kicsit közelebb hozza az emberekhez a jógát, a lelki tudatot, és szeretnénk ezzel a stúdióval egy kicsit pluszt hozzáadni a jógázók életéhez, egy lelki síkra emelni az ő gyakorlataikat. A végén mantráztatok is. Igen. Nagyon jó hangulat, ugye akkor kapnak testi jógát, ahogy láttam, igen, és ugyanakkor kapnak egy kicsit mondjuk így tudat emelő lelki jógát, és mennyire fontosnak tartasz, hogy a jógának, az ászánaknak a része legyen a mantrázás. Ez nagyon fontos, ez a főiskolának az egyik hitvallása is igazából, hogy ahogy a Patanjali jóga lépcsőjén is, vagy jóga létráján is ugye vannak fokozatok, ugye kezdünk jáma-niyáma elvekkel, és utána következik az ászana gyakorlás, a pránajáma gyakorlás, de ez még a jógának még mindig csak a 4.-5. lépcsőfokánál járunk, és még mindig van feljebb, hogy elérjük ezt a 8. fokot, és innentől kezdődik az igazi elmebeli munka, ugye az elme befelé fordítása, az elmének az anyagi érzéktárgyakról való visszavonása, pratyahára, és kezdődik a meditáció. És a főiskolán ugye a mantra meditáció a legfőbb gyakorlat, amire tanítjuk a diákokat, hiszen ezzel a mantra meditációval tudjuk emelni a tudatunkat, tisztítani a szívünket, és ebből az anyagi világból kiszabadulni, és elérni a legfelsőbbet. És erre szeretnénk tanítani, illetve kedvet csinálni az így gyakorlóknak is, hogy gyakorolják ezt a folyamatot, aminek minden bizonnyal nagyon hamar érezni fogják az áldásos hatásait. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves barátaim, aki itt van a közelébe, vagy kedvét kapott, ajánlom legalább egyszer, utána már lehet sokszor is eljönni ide, és akkor megízlelni, megpróbálni itt a jógát. Jó helyen van, belváros, és majd aki kipróbálta, írjátok a kommentekbe, hogy milyen volt a jóga, és aki már jogázik valahol más jóga stúdióba, írjátok nyugodtan, engem érdekel. Köszönöm szépen, majd találkozunk. Hare Krishna!